Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 17-e van, a játszintok és hetények ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Nagyszabású rendőrségi akció zajlott Magyar-Kanizsa község területén, amelyben 167 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze. A napraforgó betakarítása még el sem kezdődött az északbácskai földeken, a gazdák már is jelentős veszteséggel számolnak. Továbbra is gyűjtenek Páger Anita tájföldi műtétjére vajdaság szerte. Damir Mikec világbajnoki ezüstérmes légpisztolyban. Nagyszabású rendőrségi akció zajlott Magyar-Kanizsa község területén, amelyben 167 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze és vittek befogadó központba. A nagykikindai rendőrség mai bevetésén fokozott ellenőrzés részeként találták meg a migránsokat. A terep átvésülésekor a hatóság emberei két konyhakésre, egy baltára és pisztolyba való töltényhüvelyekre bukkantak. Az akció célja az illegális migráció visszaszorítása a térségben. A rendőrség továbbra is rendszeresen ellenőrzi a migránsok mozgását és tartózkodását. Újabb robbanás volt hallható a Szabadka környéki erdők irányából. Ezúttal a Maghetesen erről számoltak be a helyi polgárok. Szerintük a migránsokkal kapcsolatos az eset. Közben a hajdújáráson élők is még mindig nyugtalanok, mert a település külterületén folyamatosan vonulnak a magyar határ és az erdő irányába az illegális bevándorlók. A helyi emberek beszámolói szerint újabb robbanás történt csütörtökre virradóra. A Szabadkához közeli maghetesi erdőben lakók hajnali 2:30 környékén lettek egy erős detonációra figyelmesek, amely az erdő mélyéből jött, szerencsére lakott területen kívüleső részből, így egyelőre nem lehet tudni, hogy kézigránát vagy valamilyen más robbanó szerkezet aktiválódott-e. Az teljes egészében bizonyos, hogy migránsok robbanthattak, hiszen ők uralják az erdőt, ők vannak az illegális migráns táborokban. Szerencsére tehát az ijegységen kívül a helyi polgároknak nem esett bántódása. Hajdújáráson sincs nyugalom a legutóbbi kézigránátos robbantások óta. Folyamatosan vonulnak a migránsok. Az egyik helyi fiatalasszony megmutatta, hogy az autópálya mentén és az autópályát átszelő felüljárón hol teszik ki a bevándorlókat a taxisok, de nyilatkozni nem akart, mert fél. Dancsa Mária viszont elmondta, a rendőrök most gyakran járőröznek és igyekeznek megakadályozni az illegális bevándorlók mozgását. A hivatlan vendégek az üresen álló házakba is bemennek. Beszaladtak oda a házba, abba az elhagyadott házba, be is ment a rendőr oda, 5-6 perc, mit tudom én ennyi, ő kijött, utána meg szana szétszaladtak ugye ezek a migránsok, bementek ide ön a házon, a fiatal emberhez, úgyhogy ő is megijedt, egy 3-4 oda beszaladt. Sokan félnek, és ha kamera elé is állnak, nevüket nem vállalják. Attól félünk, hogy átéved a golyó, az minket is eltalál. Totok András szerint a migráns helyzetet meg lehetne oldani, csak akarat kell hozzá. Ez kriminális, amit van. És szerintem még rosszabb lesz. Meg fog ez oldódni, mikor kiüt a háború, akkor hamarabb nem. Szabadkán és környékén a magánszállások is tele vannak olyan migránsokkal, akik török útlevéllel érkeznek a presevói határátkelőn keresztül Észak-Macedóniából. Ők 90 napig legálisan turistaként tartózkodhatnak Szerbiában. Ezeket az úti okmányokat akkor dobják el, amikor bemennek az erdei illegális migráns táborokba és célba veszik a magyar határkerítést. A tehetősebbek repülőjárattal érkeznek Belgrádba, sokfelé a magyar határkerítés tövében az eldobott útlevelek között repülőjegyeket is talált stábunk. A napraforgó betakarítása még el sem kezdődött az északbácskai földeken, a gazdák már is jelentős veszteséggel számolnak. Sok parcellán jelentős lehet a termés kiesés. A termelők ráadásul attól tartanak, hogy az olajnövény felvásárlási ára is rendkívül alacsony lesz.
A napraforgó betakarítása akkor kezdődhet majd meg, amikor mindegyik napraforgó fej teljesen bebarnul. A ludasi határban várhatóan jócskán lesz terméskiesés, hiszen viharkárok voltak, és az időjárás sem kedvezett a napraforgó fejlődésének. A napraforgó kombájnozása várhatóan augusztus 20-25-e körül kezdődhet meg, és mivel tavasszal a vetés is alaposan elhúzódott, így a napraforgó kombájnozása is várhatóan 3 hétig, sőt akár 1 hónapig is eltarthat majd. Szalma Barnabásék 7 hektáron termesztenek napraforgót a ludasi határban. A nagy esőzéseket követő viharos szél alaposan megdöntötte az olajnövényt. A fiatal gazda szerint a betakarítással még 1 hetet vagy 10 napot várni kell. Néhol 100%-os kiesés is van, szóval nem tudnak az emberek szinte összeszedni semmit, de valahol viszont meg ilyen pár százalékba dőltek meg a ricák. Milyen hozamra számítotok ti konkrétan? Hát az a 15 mázsát szeretnénk elérni, ugye minél több volna, annál jobb lenne, de ez még a jövő titka. Egyes napraforgó táblák már lassan beérnek, mások még teljesen zöldek, magyarázta Aladics Tibor, ludasi termelő és felvásárló. Óriási károkat okozott július végén, augusztus elején az a nagy vihar, ami érintett bennünket. Rengeteg parcella eltört, ledőlt, szinte mondjam így, hogy az itteni terület parcelláinak 30-40%-a fekszik a földön. Tudnunk kell azt, hogy a növény abban az állapotában, amikor megtörik a szára, ott a vegetáció már lelassul, vagy teljesen megszűnik. Ilyenkor már nem jut el a tápanyag a fejbe, tehát a szóban forgó növény halálra van ítélve, mondta Aladics Tibor. Az ilyen parcellák hamar beszáradnak, és ott indulhat el legelőször a betakarítás, de az ilyen állapotú területeken csak pár száz kilós holdanténti termés várható. Az időben elvetett és jól kifejlődött napraforgó parcellákon, amelyeket a gyomnövényektől is meg tudtak védeni a gazdák, ott elfogadható lehet a termés, de rekordhozam nem lesz. 365 gazdaság pályázott sikeresen a tartományi mezőgazdasági titkárságnál az öntöző rendszerek fejlesztésére. Csöpögtető rendszereket akár 60-70%-os költségvisszatérítéssel tudnak beszerezni a gazdák, de többen szolárpaneleket is vásároltak a megnyert összegből. Ezzel a támogatással több mint 3000 hektár termőterület vált öntözhetővé, illetve öntözötté, ami biztosabb növénytermelést tud majd eredményezni ezeken a parcellákon. A pályázat iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így a tartományi mezőgazdasági titkárság ki is bővítette a keretösszeget. Az idei évben óriási túljelentkezés volt, körülbelül dupla annyian jelentkeztek a 2023-as évben, mint a tavalyi évben. Ezért volt arra szükség, hogy a meglévő 370 millió dináros keretösszeget a költségvetés módosítása alkalmával ugye majd augusztusban kibővítsük egy 80 millió dináros kerettel. Ez azt fogja eredményezni, hogy a nyertesek listája tovább fog bővülni. Szent István napi ünnepséget tartottak az Újvidéki Színházban a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. Az ünneplők első magyar királyunk, Szent István öröksége előtt tisztelegtek. Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott Fremond Árpád, az MNT elnöke, valamint Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, akik az ünnep összetartó erejét emelték ki. Az új búzából sütött kenyeret is megáldották a történelmi egyházak lelkipásztorai. Az ünnepi műsort versek, népdalok, illetve táncműsor is színesítette. Továbbra is gyűjtenek Páger Anita tájföldi műtétjére vajdaság szerte. Ha ebben a hónapban összejön a mintegy 16 millió dinár, akkor a múzsiai lány mehet a műtétre. Az összegnek a 71%-át sikerült eddig összegyűjteni. Páger Anita már a tájföldi utazásához szükséges adminisztratív feladatokat intézi, árulta el a Pannon Rádió Presszó című műsorában. Elmondta, bár még valamennyi hiányzik a műtéthez szükséges összegből, bizakodik, hogy meg lesz a pénz. Anita szerint egy ilyen helyzetben is fontos, hogy pozitívak maradjunk. Mindenkinek azt próbálom mondani, hogy figyeljenek arra, hogy hogyan gondolkoznak, és hogy törekedjenek arra, hogy pozitívan gondolkozzanak, mert hogy
a szorongással, meg haraggal, rossz kedve eltöltött idő az csak önmagunk ellen fordított agresszió, és nagyon nagy hiba. Páger Anita műtétjének támogatására vajdaság számos településén gyűjtenek. Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a nagybecskereki székesegyházban jótékonysági hangversenyt tartottak néhány nappal ezelőtt. Az esemény a három fellépő sok évi közös munkájának volt az eredménye. Ja predem solo pevanje, Marte je moj klavirski saradnik, prati moje učenike. I eto, s obzirom da je Marta završila orgulje, došli smo na ideju da napravimo koncert, ali samo da budu Ave Marije, da bude bukvalno molitveni koncert. Napisali smo projekat i grad Zrenjanin je donirao sredstva da održimo koncert, tako da se ovim putem zahvaljujemo i gradu Zrenjaninu, ali smo želele da napravimo jedan humani gest i da samim tim održimo jedan humanitarni koncert, da bar na taj neki način pomognemo nekome kome je novac potreban. Ovog puta za lečenje to je naša sugrađanka Anita Pager. Vajdaságban augusztus 20-án vasárnap Topolyán a vajdasági parasztolimpián is lehet adakozni. Emellett Anita műtétjét a Budi Humán Jótékonysági Alapítványnál is lehet támogatni, ahova a 1425-ös kódot kell elküldeni SMS-ben a 3030-as számra. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az Óbecsei Népkönyvtárban 6. alkalommal szerveztek zenetábort iskoláskorú gyerekeknek. Szerb negyed döntő is lehet a Cincinnati tenisztornán. Színek, formák, festmények, grafikák és ihletek, képzőművészeti alkotótábor helyszíne ismét Bácskosútfalva. Javában zajlik a 9+1 nemzetközi művésztelep mesterműhely tábora. Vajdasági tájat ábrázoló absztrakt festményén dolgozott a művésztelepen Boros György, szabadkai festő. A türkiszkék, a szürke és a zöld színek szinte minden árnyalata visszaköszönt a festményéről, amelyet az idei alkotótábor témája ihletett. Minden művész, akinek van egy valamilyen profilja, tehát valami formában kifejezi minden festményében a saját érzelmeit, nagyon sokat nem tud változtatni. Tehát lényegében ez a téma csak ösztönzőleg hat az emberre, de a lelkem mélyében mindig azt festem, amit hát érzek. Mivel az utóbbi időben alapjávéve a vajdasági tájat, annak egy változatát, ilyen absztrakt formában, elvont formában elevenítem meg. A mai képem, vagy az itteni képeim is azt tükrözik vissza. Hajnaltól és vagy időalkony. Ezt a két képzetet, emlékképet adta fel témaként művésztársainak az idei mesterműhely szelektora, Fújkin István. Lévén, hogy a válogatást rám bízták, és itt a barátok, tehát azokkal gyakran 40 év, tehát van olyan, akinek 40 éve nem találkoztunk. És ebből kifolyólag is, hogy mindegyik teljesen más stílusban dolgozik, de hogy valahol össze lehessen hozni őket, tehát így jött ez a hajnaltól, és az időalkony, tehát ami egy akkora széles mozgási lehetőséget ad, hogy abba bármilyen formában az absztraktól az egészen realisztikus dolgok is bele tudnak férni. Mi alapján válogatta meg a társaságot, azt a 20 embert, aki ma itt alkot? A régi barátok és az újabb barátok, tehát akikkel közbe ismerkedtünk, meg barátkoztunk meg, de zömmel, tehát az nagy százalékban, mondhatjuk így, hogy 80%-ban az a régi társaság, akikkel valamikor régebben együtt mozogtunk, rajzoltunk, festettünk. 45 éves évfordulóját ünnepli idén a Bácskosútfalvi művésztelep. A nevükben szereplő 9+1, 9 festőt és 1 fotográfust jelent, akik 1978-ban létrehozták ezt a vajdaságban egyedülálló szervezetet és alkotótábort. Már 45 éve folyamatosan
alkotnak, alkotunk, sajnos minden alapítónk már nem él, de az eszme az továbbra is él, és igyekszünk ezt továbbvinni, hogy akár a falu lakosságának, akár Vajdaságnak, akár Szerbiának, akár milyen embereknek itt meg tudjuk mutatni a Bácskos út falva szívében működő művésztelepnek a működését, kicsit a kultúrához hozzá tudjunk tenni. Az érdeklődőket pénteken könyvbemutatóra várják a művésztelep alkotói, majd vasárnap a Magyar Nemzeti Ünnepen megkoszorozzák Szent István szobrát, és kiállítás is lesz. Az Óbecsei Népkönyvtárban hatodik alkalommal szerveztek zenetábort iskoláskorú gyerekeknek, akiket profi zenészek vezetnek be a pop és rock zene világába. A fiatal zenészek záró koncertje a bácsföldvári Palacsinta Fesztiválon lesz. Boldogan püföli a dobokat a 17 éves Boldizsár Flórián, aki rendszeresen vesz részt a zenetáborban. A tábor azért nekem egy motivációt ad, mivel új zenéket dolgozunk fel állandóan, így bírunk fejlődni, a ritmusunk is fejlődik, ugye a gyorsaságunk is. Dorotea Mraović már csak nem 4 éve tanul dobolni ebben a táborban. Ima puno stvari što su lepi, ali najteže meni baš neke određene ritmovi, neke određene pesme koje radimo ove godine. Ali ovako mogu lagano da, kažem, odsviram pesmu. Az utóbbi időben egyre több lány tanul dobolni, őket is Srđan Kostić tanítja. Internet sa doprinu YouTube, gde se sve više i više devojaka prikazuje na raznim instrumentima pa i bubnjevima. Tako da je ovaj sad i ovde postala ta moda i u Bečeju ima dosta koji su se interesovali za bubnjeve. Vladimir Gurjanov évek óta tanít gitározni a táborban. Szerinte itt szabadabban ismerkedhetnek a gyerekek a hangszerekkel, mint egy iskolában. Itt valamelyik diák előbb járt, nem tudom, dobra, most jár gitára, vagy mind a két hangszerre, vagy basszusgitára. Az jó azért, mert mindegyik hangszer ki tudja próbálni, akkor melyik felel meg legjobban az lesz akkor a jövő. Boldizsár Teodor egyike azoknak, akik még kísérleteznek a hangszerekkel. A bátyához hasonlóan ő is kipróbálta már a dobot. Én gitározok is, meg dobolok is, és szerintem mind a kettő jó, csak a dob az nehezebb. A zenetábor vasárnap kezdődött és augusztus 25-éig tart. Idén közel 60 gyerek jelentkezett, a kisebbek műhelymunkákon vesznek részt, az iskoláskorúak pedig hangszereken játszanak vagy énekelnek. Az én vágyam még gyerekkoromban volt, hogy zenéljek egy rock-pop együttesbe, attól is az ötlet, hogy csináljam egy ilyen zenekamp, ahol a gyerekek tanulnak olyan hangszereket, amelyeket nem bírnak a zenéskolában, mint az elektromos gitárot, dobot, basszusgitár, pop-rock éneket, és gondolom, hogy ebben 6 évben, amennyi tart ez a tábor, sikerültünk abba, hogy évből évben mindig minél több gyerekek vannak, akik szeretnek ilyen zenével foglalkozni, nem a klasszikus, mint a zenéskolában. A zárókoncert szeptember 2-án a bácsföldvári Palacsinta Fesztiválon lesz majd. Borsétát szerveznek a Fruska Gorán augusztus 27-én. Az eseményt első alkalommal tartják meg. A borkedvelők egy 7,6 kilométeres távot tehetnek meg, miközben több szőlészetet is érintenek. A séta közben borkóstolásra is lesz lehetőség. A séta Ürök központjából indul 10 órakor vezetők kíséretében, majd minden fél órában indítanak újabb csoportokat. A szervező a Vajdasági Turisztikai Szervezet ajándékkal is készül a résztvevőknek. A Fruska Walk and Wine 2023 elnevezésű esemény részletei a visitserbia.online oldalon olvashatók, valamint ezen az internetes felületen lehet megvásárolni a részvételhez szükséges digitális utalványt is, melynek értéke 3900 dinár. Na ovoj šetnji će biti 4 punkta sa 10 fruškogorskih vinarija, gde će posetioci putem kupovine digitalnog vouchera imati priliku da degustiraju 5 čaša vina, da uživaju u bogatom programu koji smo pripremili,
i muzičkom, a i nešto će biti kao iznenađenje, da se upoznaju sa pudarskim životom, ali isto tako i da obiđu manastire, da obiđu, da vide kakav je život na salašima na Fruškoj gori i naravno oni koji dođu će imati priliku da i kupe vina na Ribarskom trgu. Damir Mikec világbajnoki ezüstérmes légpisztolyban, a sportoló Bakuban képviselte Szerbiát. Mikec egyébként a jelenlegi Európa-bajnok ebben a sportágban, az előző olimpiai játékokon pedig ezüstérmet szerzett. Bakuban ott volt még Dimitrije Grgić és Duško Petrovics, akik 61. és 65. helyen végeztek a VB-n. Szerbia csapatban a 10. helyet szerezte meg. Szerb negyeddöntő is lehet Cincinnatiban, ugyanis Novák Djokovic és Dusan Lajovic is tovább jutott a harmadik fordulóba. A mostanában nem túl jó formát mutató Lajovic nagy meglepetése két szedben 6-4-7-6 arányban legyőzte a vasárnap Torontóban diadalmaskodó olasz Jannik Sinnert. A világ jelenleg második legjobb teniszezője, Novák Djokovic pedig 42 percnyi játék után 6-4-re nyerte az első szettet Alejandro Davidovic Fokina ellen, amikor a második szett első játszmájában két lejátszott pont után a spanyol hátfájás miatt feladta a meccset. Djokovic ellenfele a következő fordulóban a francia Gael Monfils lesz, Lajovic pedig az amerikai Taylor Fritz. Amennyiben mindkét szerb tovább jut a legjobb 8 közé, akkor egymás ellen meccselhetnek. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Nagyszabású rendőrségi akció zajlott Magyarkanizsa község területén, amelyben 167 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze. A napraforgó betakarítása még el sem kezdődött az északbácskai földeken, a gazdák már is jelentős veszteséggel számolnak. Továbbra is gyűjtenek Páger Anita tájföldi műtétjére vajdaság szerte. Damir Mikec világbajnoki ezüstérmes légpisztolyban. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!